Persze, ahogy azt már korábban is említettem, ezt a versenyt még feladni sem olyan egyszerű. Innen még mindig le kellett gurulnom a városba, szóval kénytelen voltam megcsinálni ezt a defektet is. Egy fél óra ücsörgés után végül rászántam magamat és elugrottam a közeli Mekibe egy hamburgerért. Persze nem hagyott nyugodni a dolog. Most, hogy végre valami normálisabb jellegű, ezt erősen idézőjelbe teszem, kaját tömtem magamba, jobb lett a kedvem és eljátszottam a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha folytatnám. Tudom, hogy van a közelben egy jó felszerelt Bringa bolt, ahol talán kapok hallgatrészeket a Bringához. A defektek miatt már korábban is terveztem ezt útbeejteni, hogy le tudjam cserélni a külsőket. A nagy kérdés most az volt, hogy a globális alkatrész ilyen közepette vannak-e alkatrészek a hajtásomhoz. Alkut kötöttem magammal. Ha lesznek náluk alkatrészek, folytatom a versenyt. Ha nincs a készleten olyan, ami nekem kell, akkor viszont itt a vége. Őszinte leszek, a szívem mélyen reménykedtem abban, hogy nem lesz és tudok úgy távozni, hogy én megpróbáltam. Kicsit nehézkesen indult a dolog, azt mondták, hogy tele vannak és nem tudják elvállalni a szervizt most azonnal, és ez akár napok kérdése is lehet. Miután elmagyaráztam, hogy igazából minden szerszámom megvan a cserékhez, és csak az alkatrészekre van szükségem, már mentünk is körülnézni. Nem nagy meglepetésemre a külsőket sikerült hamar kinézni. Egy pár 2.0-as Conti Crosskinget választottam, mert azokat már jól ismertem. És melléjük csaptam három defekt gátlóval feltöltött belsőt. Ugye érzitek, hogy mennyire elegem volt már ekkor a gumi felszerelésből? Na, a könnyű része megvan, most jöhetnek a lánctányérok. Ki lett pakolva a komplet fiók, de sajnos hiába néztük 3x10-es rendszerhez, egyszerűen nem találtunk kis és középső lánctányért, csak 3x9-eshez. Ekkor jöttek a kontaktok. Boltvezető próbálta felhívni az összes környéken lévő ismerősét, hogy hát, ha nekik akad valami, amit nekem megfelelő, de hiába, mert nekem sajnos semmi nem esett útba. És ekkor bevillant valami. Mintha régen azt olvastam volna, hogy a hátsó soron a 9-es és 10-es lánc nem kompatibilis, de az első tányérokon nincs különbség. Egy gyors Google keresés rá is világított a dologra, valóban jól emlékeztem. A 9-es és a 10-es lánc között csak a külső szélességben van különbség, a belsőben nem. A 9-es és 10-es hátsó sor szélessége ugyanakkora, ebből kifolyólag a 10-es soron sűrűbben kell, hogy elhelyezkedjenek a koszorúk, és ott számít a lánc külső szélessége. Erről a három lánctányér azonban teljesen identikus, semmi különbség nincsen. Furcsa, hogy a Shimano specifikusan megadja a lánctányéroknál, hogy 9-es vagy 10-es rendszer, és igazából semmi különbség nincsen kettő között. A boltban továbbra is aggódtak, hogy nem lesz jó, és fel fogja kapkodni majd a láncot, de én biztos voltam a dolgomban, és mondtam, hogy saját felelősségemre megveszem. Így, hogy minden alkatrész nálam volt, az udvaron nekiálltam átszerelni a gépet. A műtét komplikációk nélkül zajlott és teljes sikerrel zárult. Immáron az alutányérok helyett acél forgott a gépen, ami bár nehezebb, de biztos nem fogja hamar eltörni vagy elkopni. Steel is real, I guess. Szóval ezúton is szeretném megköszönni a segítséget a Velosport kerékpárüzletnek. Ti is azok közé tartoztok, akik megmentettétek a versenyemet. És itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy a közösségnek is mondjak egy hatalmas köszönetet. Nagyon nagyok vagytok, és valóban rengeteget segítettetek abban, hogy teljesítsem a versenyt. Köszönöm, hogy virtuálisan ott voltatok, és tartottátok bennem a lelket. Szerelés után megajándékoztam magamat még egy hamburgerrel, majd bevásároltam a közeli boltban, és új úterővel vágtam neki a hátralévő, még meglehetősen sok kilométernek. Valóban új úterő volt, hatalmasat fordult a világ, és a meredek emelkedőkön is széles vigyorra tekertem fel. Nem igazán számítottam ekkora fordulatra, bár azért tavaly már világossá vált, hogy ilyen extrém terhelés alatt a teljes érzelmi skálát is be lehet járni akár egy óra alatt. 530 kilométerig eseménytelenül mentek a dolgok. Ekkor egy a semmi közepén lévő kilátónál álltam meg, mert már erősen fogyóban volt a kalória, és eső is közeledett. Beúzottam egy kis fedezékbe, és feltankoltam a gyomrom. Végül ebből az esőből csak egy rövidke csepergés lett, így fél óra pihenő után újra visszapattaltam a nyerekbe, és tovább mentem. A lámpákat is fel kellett csattintani, ha a nap már erősen lefelé tartott. Csobánka puszta környéke következett, amitől okkal tartottam. Tipikusan az a terület, ami szeret felázni, és természetesen most is ártenger volt helyenként. Fun fact, tavaly és idén is itt volt számomra a Divide egyetlen esése. Míg tavaly egy elég komoly pofárás is sikerült bemutatnom elég komoly lendülettel, idén csak egy helyben borultam fel. Most, hogy így átgondolom, ez nem biztos, hogy javuló tendencia. Szóval, a hatalmas sárban megcsúsztam és megfordultam 180 fokban, és az a vicc, hogy nem ebben estem el, hanem hogy álló helyzetben megpróbáltam visszafordulni a helyes irányba, egyszerűen kicsúszott magam alól a lábam és elterültem a sárban. Igaz, hogy úgy néztem ki utána, mint egy vaddisznó, de legalább kevésbé fájt, mint a tavaly. Becske környékén kezdtem el aktívan gondolkozni éjszakai fedezék keresésén. Sajnos az előző naphoz hasonlóan éjszakára ismét vihart jelzett a radar. Ahogy láttam, a következő településig 5 km-t kellett mennem telepen, ami nem sok idő, szóval nem tétováztam. Mondjuk meg kell hagyni, hogy a terep második fele azért elég trükkös volt. A tegnapi vihar hatására rengeteg ág és komplett fa került az útra, ráadásul akászról beszélünk, szóval még a tüskék miatt is aggódhattam.
Miután átértem, újabb 5 km aszfalt és 3 összeérő település várt rám a következő erdei szakaszig. Az eső már nagyon közelített, úgyhogy nézegettem, merre tudnám meghúzni magamat az éjszakára. Romhányig végül nem találtam olyan helyet, ami tetszett volna, és a nagy jóló hangulatomban nekivágtam a következő 10 km terepnek. Gyakorlatilag már indulás előtt tudtam, hogy ezt nem kéne, de az, hogy a trekkeren láttam, hogy más is ott van, túl sok lendületet adott. A radar szerint kb. 1 órán volt megcsinálni, ami teljesen realisztikusnak tűnt 10 km-re, csak nem akkor, amikor az emelkedő olyan sáros, hogy tolva is majdnem összecsúszik az ember. Közel sem haladtam abban a tempóban, amiben szerettem volna. Már azelőtt megkaptam a viharos szelet és a szemetelő esőt, hogy felértem volna a hegy tetejére. Ekkor már túlzás nélkül kétségbe voltam esve. A csúcson találtam egy kilátót, amit alaposan körbejártam, de nem láttam semmi használható fedezéket körülötte. Azon a ponton voltam, hogy gyakorlatilag bármivel beértem volna. Cikáztak a villámok, dörgött az ég, már az eső sem csak csöpögött. Előkaptam a telefonom, hogy utoljára ránézek a radarra, de nem volt mobilet. Tovább nem akartam vesztegetni a hirtelen nagyon értékessé vált időmet, szóval nekilendültem a dolognak, és próbáltam olyan magas tempót diktálni, ami csak tőlem telt. Ez néhány helyen maraton jellegű tempót jelentett, de volt, ahol a csúszós lefeléken lehetetlen volt jó sebességgel ereszkedni. Pár kilométer múlva kiértem egy síkságra. Konkrétan apokaliptikus volt a látvány. Villámok csapkodtak másodpercenként, szó szerint minden irányban. Leszakadt az ég is. A távolban ugyan láttam egy település fényeit, de fogalmam se volt, hogy milyen nehéz és milyen hosszú út vezet odáig. Innen leginkább lejtő volt már, de ez sem tette könnyebbé a dolgom. A legtöbb helyen sajnos nyomvájus volt, ami a csúszós nyálkás talajnak köszönhetően szinte járhatatlan volt. Ahol tudtam, mellette próbáltam közlekedni, de erre csak néha volt alkalmam. Legtöbbször inkább egy lábat a pedálból kiakasztva zúgtam lefelé, és úgy próbáltam meg nem elesni. Nem mehettem gyorsabban 10-20 km per óránál, de így is csoda volt, hogy nem estem el. Pár perc után rátaláltam egy fakerítésre. Felmerült a remény, hogy végre találok fedezéket. Lámpával bevilágítva láttam egy épületet is, valami régi stílusú ház volt, többször kiabáltam, hogy van-e ott valaki, de nem jött válasz. Azt láttam a legjobbnak, hogyha tovább állok. Pár perc nagyon nehézkes ereszkedés után végre megérkeztem bánkra. És nem volt elég, hogy végre civilizációba értem, még egy divágy táblával is találkoztam, ami a közeli bringás kempingbe terelt. Úgy tűnt, hogy hirtelen nagyot fordult a sorsom. A kempingben már csak tőlünk független nyaralókkal találkoztam, akik hútba igazítottak, hogy merre van a bringás épület. Odaérve az egyik túrkategóriás divider, még ébren volt, és mondta, hogy sajnos bent már nincsen hely, és mindenki alszik. Ezt megerősítette azt is, hogy ő is az előtérben ágyazott meg magának. Kint a nád féltető alatt volt még egy ágy, így egy forró zuhany után azt foglaltam be. Nem mondom, hogy melegen volt, nem mondom, hogy száraz volt, de mégis biztonságban voltam, és ágy volt alattam. Betakaróztam, összeúztam magam, és megpróbáltam aludni. Reggel relatív későn indultam tovább, mert egy újabb esőhullám érkezett, és úgy döntöttem, hogy inkább kivárom. A kemping szerencsére biztosított nagy nyomású mosót, úgyhogy legalább lehetőségem volt tiszta bringával folytatni a versenyt. A következő rövid távú cél a Börzsönyön való átlendülés volt, ami a pályának a harmadik legmagasabb hegye. A csúcs a mászás kezdetétől nagyjából 30 km-re van, szóval elég hosszadalmas volt ez a mászás, de a jó közérzetnek köszönhetően több embert is sikerült megelőzni. Az ereszkedést és a nagymaroshoz való utazást is tempósra vettem, mert el akartam érni egy minél előbbi kompot, és előtte még egy pótbelsőt is önnem kellett. Most kivételesen nem defektet kaptam, hanem csak szimplán hanyagú rögzítettem és elhagytam. A sikeres vásárlást követően még egy hotdog is belefért, amíg a kompra vártam. A Dunán való átkelés után pedig egy pár fős társasággal megálltunk egy étteremnél, ahol küldtem a hotdog után még pár falatot, hogy ne érezze magát egyedül. Az előző év tapasztalatai alapján tudtam, hogy budapesti könnyű terep vár rám. Ami azt illeti, ez a divágy talán legkönnyebb és leghaladósabb 80 km-re. Ami még említésre méltó, hogy 686 km-nél mindent átpakoltam a kormánytáskába, ami a következő 80 km-re szükségtelen volt, és leraktam azt egy erdőben. Ezen a ponton a pálya majdnem összeér egy későbbi szakaszával, ezért úgy döntöttem, hogy feleslegesen nem cipelem ezeket a cuccokat, és később felveszem majd, hogyha visszatértem erre a környékre. Budapesten megálltam egy kihagyhatatlan KFC-re, pihentem egy kicsit, majd eltekertem a filozófusok kertjébe, ami a féltávot jelentette. Ez az etap eddig elég jól ment, és bár az ereje még mindig 100 km-re volt tőlem, sikerült felzárkóznom az ötödik helyre. És a dobogó sem tűnt elérhetetlennek. Ráadásul végre nem volt éjszakai eső, így nyugodtan tudtam menni. Az új problémát a váratlanul hideg idő jelentette. Nem sokkal volt 10 fok fölött a hőmérséklet, de helyenként voltak olyan foltok, ahol 6-8 fok is előfordult. Abszolút nem erre készültem, és csak rövid szettet vittem magammal és egy vékony esőkabátot. A legjobb, amit tenni tudtam, hogy fölvettem mind a kettő meszt és az esőkabátot.
Ezek ugye vékony rétegek voltak, és csak addig melegítettek, amíg tekertem, amíg mozogtam, amint megálltam, pár perc múlva át is ültem. Szóval ez a hideg és az alvás hiány egy elég kemény kombináció volt. Amikor a végkimerülés szélén vagy, és bringázás közben is csukódik már a szemed, de nem tudsz megállni aludni, mert azonnal kihűlsz, hát nem volt egyszerű. Ez az éjszaka a mikroalvások éjszakája volt. Ahol találtam egy melegebb foltot és helyet aludni, ott pihentem 10-15 percet, de többet nem kockáztathattam meg. Budapest után nem sokkal sikerült megcsípnem a negyedik helyet, és valamikor kora reggel a harmadik pozíciót is megszereztem. Utóbbiról tudtam, hogy csak ideiglenes, mert Nikolzó 4-5 órát aludt az éjszaka, és nekem is pótolnom kellett a kimaradást. Végül Magyaros bányán egy buszmegállóban ágyaztam meg magamnak egy hosszabb alvásra. Már emlékszem pontosan, hogy alvás előtt vagy közben érkezett meg Nikolzón, de váltottunk pár szót. Elmondása szerint valami speciális a fékekkel volt szerelve a bringája, és elkoptak a betétek. Érdeklődött, hogy tudok-e a környéken valami nagyobb ringaboltot. A következő sajnos 100 km-rel arrébb volt a Tabányán, ott se tudtam neki semmi konkrétat mondani, csak azt, hogy a pályán az a legközelebbi nagyobb város. Kb. 2 óra alvás után ültem vissza a bringára. Érdekes jelenség lehettem Mogyorósbányán. Amíg aludtam, beindult az élet a faluban, és fél álomban hallottam, hogy többen is beszélnek rólam. Mindegy, annyira hula voltam, hogy nem igazán izgatott, és amennyi kilométer volt még előttem, alvás után sem izgatott különösebben. A következő 60-70 kilométer eléggé nyögvenyerősen ment. A környék szép volt, legalább ez kompenzált, de meglehetősen fáradtnak éreztem magam. Nem is értem, hogy miért. Tatán álltam meg hosszabb pihenőre. Itt végre volt lehetőségem bevásárolni és normális kaját enni. A tó melletti kajás soron az egyik büfé mellett ismét lefeküdtem egy órára aludni. Ez alatt az erősen merülőben lévő powerbankomat végre tudtam konnektorról tölteni. Bár erre az évre már szereztem a dinamót és volt USB kimenetem is, az utóbbi időben a powerbankomnak valószínűleg nem tetszett az állandó áramingadozás és nem volt hajlandó töltődni. Eközben Nikolzón Tatabányán keringett és fékbetétre vadászott, így a harmadik hely nyitott volt. Kicsivel azelőtt, hogy felkeltem volna, ő is visszatért a pályára, így egy aktív meccs alakult ki közöttünk. Ez volt az a pillanat, amikor tudtam, hogy megvan a dobogó, hogyha nem csúszik be nagyobb hiba a célig. Vértes Kozma környékén értem utol, ismét beszéltünk pár szót, tekintve, hogy már éjszaka volt és a semmi közepén voltunk, kölcsönösen meggyőződtünk róla, hogy rendben van-e a másik, majd átvettem a harmadik helyet és elkezdtem azon dolgozni, hogy kiépítsek vele szemben valami komolyabb előnyt. A lendületem csákberényig tartott. Nagyon üres volt már a gyomrom, ezért itt egy vendéglő teraszán megálltam enni. Meglehetősen hideg volt. Bár nem terveztem aludni, de megállás után azonnal magamra húztam a hálózsákot. Nem volt valami komoly cucc, ez egy ilyen öklömnyi méretűre összehajtható ultrakönnyű darab, de azért mégis véd valamit. Sajnos kajálás után kissé elnyomott az állam, és a hálózsákból se akartam kibújni. Tudtam, hogy nagyon rossz döntés itt aludni, de mégis sajnos ledőltem egy kis időre. Ténylegesen aludni nem sikerült, ellenben rohadtul átfagytam, így még kevésbé volt kedvem levenni magamról azt a plusz réteget, amit a hálózsák biztosított. Nehéz volt rávenni magam, de tudtam, hogy az az egyetlen reális lehetőségem, hogy gyorsan összepakolok és elindulok. A mozgás segít majd átmelegedni. Ezzel csak annyi probléma volt, hogy egy relatív hosszú lejtő következett, ahol izommunkát egyáltalán nem fogok végezni, ellenben a menet szél tovább fagyaszt. Elővettem a kreatív énemet. Az első kabát alól levettem a második meszt és betűrtem a drágszár alá. Ugyanezt a másik oldalon a törölközőként használatos konyharuhával tettem meg. Ezeket az alsó részükön megtoldottam némi szikszalaggal, és így nyertem egy újabb réteget, ami egy eddig teljesen szabad bőrfelületet fedett le. Még el sem indultam, de már most világos volt, hogy jelentősen javult a komfortérzetem. Így már rá tudtam venni magam, hogy nekivágjak a lejtőnek. Így sem volt egyszerű művelet viszont. Úgy remegtem, hogy alig bírtam a bringán maradni, de hogy végre a síkabb és emelkedősebb részekre értem, kezdtem visszanyerni az elvesztett testhőmet. Meglepően jól működött a megoldásom, és a maga nemében még jól is nézett ki. Páran biztos tudjátok rólam, hogy szeretek posztapokaliptikus túlélő játékokkal játszani, és tényleg úgy éreztem magam, mintha ott craftoltam volna valami level 1 cuccot. Éppen hogy csak átmelegettem, aztán pár kilométer múlva egy veredek lejtőn sikerült ledefektelnem. Elég para volt majdnem felnőtt manőverezni jelentős tempóval, de csodával határos módon sikerült nem elesni, és lelassítani, mielőtt komolyabban odaütöttem volna a kereket valahova. Szerencsém volt, mert működött a defektgátló folyadék, és csak vissza kellett pumpálnom a kereket az eredeti nyomására, és mehettem is tovább. A következő fennakadás a Fejérvár csurgói víztározónál ért. Nem értem, hogy miért, de a Garmin a vízen keresztül akart átvinni. Mástól nem hallottam ezt a hibát, bár meg kell hagyni, hogy nem is kérdeztem. Itt ismét elég sok időt vesztettem, mert lementem a partra és ott kerestem valami helyet, ahol át lehet kelni. Valami híd, vagy töltés, vagy akármi. Az éjszaka közepén voltam, így messziről nem lehetett látni, hogy van-e ott ilyesmi. Sok tökélés után végül feladtam és betudtam annak, hogy hibás volt a GPX fájl.
A térképen megnéztem, hogy hogy tudnék átjutni a túloldalra, és azt követtem. Nem meglepő módon, igazából erre ment a pálya. Innen 25 kilométerre csőszpusztán találtam egy melegebb foltot, ahol egy buszmegállóban meg tudtam magamat húzni. Talán egy 20-30 percet aludhattam már, nem emlékszem rá, de biztos, hogy nem volt sok. Haladni szerettem volna. Mikor felkeltem és megnéztem a követést, akkor láttam, hogy Nicholson megállt aludni a víztározónál, így újra a harmadik helyen voltam. Ami ekkor viszont jobban érdekelt, hogy a második helyen álló Sumászki Csabához is közelítettem. Sajnos az alvás közel sem volt elég, legurulva a hegyről ismét meg kellett állnom. Itt jóval hidegebb volt, mint a busz megállóban, ezért csak 10 percre maradtam. Kockázatos, de végül hasznos húzás volt. A nap éppen jött fölfele, és így sikerült kicsit átvernem a belső órámat. Újra a helyőre kaptam, és az eddigekhez képest brutális tempóba kezdtem. Indulhatott a vadászat. Nagyon odaléptem. Egyáltalán nem kímélte a lábam. Egyetlen percet sem akartam elpazarolni abból a lendületből, amit most éreztem. Bakonykoppányban vásároltam reggelit, majd folytattam az utam. A kőr is egyen átlendülve, bár még erős voltam, azért éreztem az alvás megvonás tüneteit. Emiatt Bakonybélben meg is kellett állnom a helyi összkomfortos busz megállóban egy pár perces alvásra. Sajnos persze ez is csak ideiglenes megoldás volt, és rendben újra megállásra kényszerültem. Ezek a mikroalvások segítettek jó tempót tartani, de pár óra után mindig hirtelen bekáboltam. Ettől függetlenül komoly ütemben közeledtem Csabához, és a pszichológiai hagyviselés véget mindenképpen fel akartam leírni, mielőtt alszok egy hosszabbat. Mire a Balaton felvidékre értünk, sikerült 30-40 percre megközelítenem őt, de a vádlim érezhetően kezdte megsínyleni a tempót. A divide előtti napokban egy kavicsos helyen felborultam, egy helyben állva, és a jobb lábam becsatolva maradt. Érzés olyan volt, mintha néhány izomlostot húztam volna meg a vádlimban. Ez az érzés az első nap is jelen volt, de bemelegedett és elmúlt. Most viszont egyre erősebb volt. Visszavettem, de már késő volt. Aludni is megálltam egy órára, de pár perc tekerés után ugyanolyan rossz volt. A fájdalomcsillapító sem segített. A meredekebb emelkedőkön csak úgy tudtam fölmenni fájdalommentesen, ha kiállva tekertem nagy nyomatékon, de tudtam, hogy ez a terhelés is csak tovább fog rontani a helyzetem. Balacsony előtt végül teljesen megtörtem, kénytelen voltam föladni az üldözést. Ücsörögtem kicsit, majd rávettem magam, hogy felmenjek, de jó részt tolnom kellett. A hegy másik oldalán beültem egy burgerezőhelyre, és ott próbáltam valamit kiokoskodni. Pár órával ezelőtt még úgy éreztem, hogy nem csak a második, de akár az első hely is meg lehet, most pedig a harmadik hely miatt aggódom. Vagy be tudom egyáltalán fejezni? Alig tudok tekerni, és még több mint 200 km van hátra. Több órát töltöttem itt, ettem, hidratáltam, pótoltam az ásványanyagokat, és reméltem, hogy a szervezetem feltalálja magát valahogy, és tovább tudok menni. Az időm viszont korlátozott volt. Bár jelentős erőnyt építettem ki Nicholsonhoz képest, több mint 100 kilométert, ez is mutatja, hogy milyen durva tempót jöttem reggel óta, de ha nem tudok haladni, hamar el fog fogyni. Napnyugtakor újra felültem a bringerre és megpróbálkoztam a dologgal. Alig több mint 10 kilométert tudtam csak menni. Egyre jobban fájt a lábam. Pokoli lesz ez a maradék 200 kilométer. Ismét megálltam és befeküdtem egy busz megállóba. Ez egész komfortos volt, minden oldalról zárt. Itt végre nem fagytam meg, és egész jól tudtam aludni. Természetesen az aggodalom miatt, hogy elveszítem a dobogót, ez sem több egy-két óránál, de valamiért nagyon sokat segített a lábamon. Végre nem volt jelentős a fájdalom. Ezt szerettem volna így is tartani, úgyhogy innentől kezdve nagyon óvatos tempóban haladtam. A kevés alvás és az éjszakai kombó persze nem kímélt. Helyenként már kínomban a telefon hangszorójáról hallgattam zenét, hogy ébren tartsam magam. Persze, ezt sem tolhattam túl, hiszen továbbra is eléggé korlátozott volt az áramtartalékom. A következő mikroalvás az erdő közepén volt egy kilátó melletti asztalon. Ezt csak azért emelem ki, mert bár mindössze fél órára feküdtem itt le, viccen kívül életem legjobb alvása volt. A hideg éjszakában itt találtam egy olyan meleg foltot, hogy még a hálózsákot se kellett előszednem, sőt az esőkabátot is csak leterítettem az asztalra, ahelyett, hogy felvettem volna. Életem legpihentetőbb fél órája volt ez. Ennek ellenére persze éjszaka és hajnalban még többször meg kellett állnom ilyen negyedórás, félórás alvásokra, de ezen kívül más említésre méltó dolog nem történt. Az alakkoppány volt az a pont, ahol éreztem, hogy már nincs értelme ezeknek a mikroalvásoknak. Itt ismét befoglaltam egy buszmegállót, hogy aludjak másfél órát. És itt találkoztam Hoodie-val! Hoodie ez a fehér kutya volt, aki hörzött, amíg aludtam. Első alkalommal arra ébredtem föl, hogy egy kutya körmei kopognak el a busz megálló előtt. Ezen a ponton úgy voltam vele, hogy ha agresszív és idejön, menekülni úgysem tudok, szóval inkább alszok tovább. Ja, ennyire készen voltam. Szóval aludtam tovább.
Következő alkalommal, amikor fölébredtem, akkor már a busz megálló előtt ült és nézett. Ekkor már tudtam, hogy nem lesz vele probléma, úgyhogy megint csak visszafeküdtem aludni. Végül, mikor szólt az ébresztőm, már nyugodtan feküdtem megálló előtt. Próbáltam hívni, de nagyon tétovázott, nem akart odajönni. Mikor még feküdtem, kinyújtottam a karomat oldalra, és ez volt az egyetlen olyan alkalom, amikor végre odajött és megszagolta a kezem, és akkor hagyta egyedül, hogy hozzáérek az órához. De amint felültem, tartott az 1-2 méter távolságot. Éreztem rajta, hogy keresi a társaságomat, de mégis nagyon bizalmatlan velem szemben. Biztos vagyok benne, hogy szegényt valami trauma érhette korábban, és bár vágyik az emberi kontaktra, ez látszott rajta, mégis fél tőlük. Mikor összeszedtem magam és továbbindultam, akkor is kísért még pár száz métert, mielőtt visszafordult volna. Komolyan rosszul esett otthagyni szegényt. Egy kis alvással mögöttem, és 130 kilométerrel előttem végre tiszta volt a fejem. Az öröm viszont nem tartott sokáig. 100 kilométerrel a vége előtt újra elkezdett fájni a vállam, pedig most nem is rúgtam neki nagyon. A fájdalom ezúttal olyan erős volt, hogy már a 3-4%-os emelkedőkön sem tudta feltekerni. Ezeken a szakaszokon rengeteget toltam a bringát. Úgy voltam vele, hogy innen már tolva is bemegyek, ha kell, de azért a harmadik hely még mindig szerettem volna, hogyha meg lenne. A következő 20-30-40, már nem emlékszem, hogy hány kilométer így telt. Minden egyes emelkedőn leszálltam és toltam. Viszont úgy tűnt, hogy a gyaloglás segített a dolgon, és valahogy ellazította azt a fájó izomrostot. Végre újra nyerekből tudtam venni az emelkedőket. Innentől már kifejezetten jól ment a dolog. Egy kajaszünetet még beiktattam, majd kb. 30 km-rel a vég előtt jött egy éles váltás, és írdatlan maratoni tempót megszégyenítő módon kezdtem elhaladni. Már nem emlékszem pontosan mennyi idő volt innen a cél, de nem voltam sokkal 30-os átlag alatt. Nagyon kár, hogy elvesztettem az adatokat, az egész Divide-ról erre a részre voltam a legkíváncsibb, látni akartam azokat a wattokat. Csaba ekkor már régenben volt a célban. Nikolzó jóval mögöttem volt. Akkor mégis hol volt ez a nagy sietség és rohanás? Nos, ennek egyetlen oka volt, hogy elmondhassam, hogy a teljesítési időm 6 nap, 6 óra, 6 perc lett. Bár egy második divágy sosem lesz akkora élmény, mint az első alkalom, hiszen nem a teljes ismeretlen ugrik fejest az ember, ez is egy jó lecke volt az élettől. Nem férhet hozzá kétség, hogy ezúttal is feszegettem a fizikai, de még inkább a mentális tűrőképességem határait. Azzal a szándékkal indultam el, hogy idén dobogós leszek. A verseny első 600 kilométerre katasztrofálisan sikerült. Volt, mikor az utolsó előtti helyen haladtam. Defektek tömkeregét szedtem össze, tönkrement a hajtásom, volt, mikor szó szerint halálfélelmem volt. Feladtam minden reményt, de valahogy mégis újra megtaláltam. Ezek után pedig a Dunán átkelve egy példaértékű zárkózást hoztam össze. Sajnos az előzetes sérülés miatt a lendületem nem tartott ki a végéig, de azt hiszem, hogy így sem lehet okom a panaszra. Teljesítettem a kitűzött célt, és bár nagyon szenvedtem az utolsó negyedben, és ott helyben, abban a pillanatban sokat adtam volna azért, hogy megszűnjön a fájdalom, utólag már látom, hogy szükséges és értékes ez a szenvedés. Ez az a szenvedés, ami a jövőben meghatározhatja, hogy feladsz valamit és hazasétálsz, vagy a kilátások ellenére felkelsz a porból, a kifogások helyett a megoldást keresed, összeszorítod a fogaidat, és a fájdalmaid ellenére a falakon is átmész, ha kell. Ebben a versenyben megvolt a potenciál, hogy akár meg is nyerhetem. Mégsem változtatnék rajta semmit. Ez így volt tökéletes. Sokkal többet ért ez a lecke az élettől, ez a szenvedéssel és fájdalommal teli harmadik hely, mint egy problémáktól mentes győzelem. Éppen ezért bátorítok mindenkit, hogy vágjon bele egy hasonló őrültségbe. Mert nem az a lényeg, hogy hanyadikként érsz célba, hanem a tapasztalat, amit az úton szerzel. Mert attól fejlődsz. Mert attól leszel több.